és elhagyom a várost. Az irány egyek terv szerint egy 100 kilométeres túra. Megyünk előre, hajrá! Szóval egy gázzal eljöttem egészen a hirtelen akartam mondani, amikor nem jöttek eszembe a szavak, na akkor ezt most kezdjük elő. Na egy lendülettel, egy nagy gázzal Tatabányától Síkvölgyön át elhúztam a Vitányvár mellett, és gyakorlatilag bejöttem ide a Csákányos mögé, Nagy Csákányos mögé. A szokásos kis helyemben itt a hegytetőn megálltam egy picikét. Van egy pár dolog, amit nem vettem számításba, ami elég nagy gond. Esett az eső, tehát a videón jól látszik, hogy valahol még Dagonyába is mentem. Úgyhogy úgy kellene terveznem hazafele az utat, hogy ne menjek erdőbe, illetve ne menjek nagyon Dagonyába, de úgy néz ki, hogy ez nem jön össze, csak a szokásos. Minden egyes túrában van egy kis hiba, de nem lenne élvezetes, ha nem így lenne. Megyünk előre, hajrá! Elértem a Fáni völgyet, úgyhogy most a Fáni völgyben szépen valamerre arra, és az alsó szakaszon ott Csákvár mellett szépen az lesz az irány. Csiripelnek a madarak, kicsit süt a nap, az erdőbe nagyon hűvös van. Az esőzés tegnap nagyon nagy károkat okozott, tehát mindenhol fák kidőlve az útra kimosta a homokot. Nem egyszerű a terep, de gyönyörű szép minden. Megyünk előre, hajrá! Terep. A 38-40 kilós rollert emelgetni nem kényelmes. Remélem nem sok ilyen lesz, mert akkor fárasztó túra lesz. Megyünk előre. Hajrá! Vértes Boglár fele vesszük az irányt. Kijöttem a Fáni völgyből, úgyhogy megyünk tovább. Megyünk előre. Hajrá! Thank you.
átjöttem itt a Bozótoson Tökönbabon keresztül. És ismét a véremet adtam a túráért, de ez nem számít. Megyünk előre, hajrá! Ennyire van helyenként sár, ami nem tesz jót a rolinak, meg nekem se. Most éppen egy ilyen mocsáron jöttem át. Ott a kis nyomom. Ott meg tökig el lehet süllyedni. Átviharzottam egyeken, és itt vagyok Herceghalom előtt a Bicske felé vezető kerékpárúton elméletileg. A harci helyzet az, hogy a kamerám ott a rolleren, ez is megadta magát, tehát sima akciókamerám sem működik, úgyhogy menet közben nem nagyon tudok felvételt készíteni, mert vagy fogom a kormányt, vagy felvételt csinálok, a kettő együtt nem mindig megy, főleg szarterepen, úgyhogy megint egy technikai probléma. Múlt héten a 360-as kamera, most ismételten az akciókamera. Deficites a mai nap, úgyhogy az egyedi felvételek nincsenek meg, vagy nem biztos, hogy meg lesznek, de megyünk előre, nem adjuk fel. Hajrá! Videózok kézből! Ez nem egy életbiztosítás így. Ez van. Ha megdöglött az akciókamera, akkor megdöglött. Úgyhogy ha valaki föl tud ajánlani egy GoPro-t vagy egy Insta 360-as kamerát ajándékba, azt elfogadom. Köszönöm. Megyünk előre. Hajrá! Megettem egy bogarat. Hatalmas szél van. Nagyon fúj. Nem egy kellemes. Itt megállok a pihenőbe, kajálok egyet, iszom egy jót, megnézem ezt az akciókamerát, mert nem hagy nyugodni, hogy nem működik, de hát nem lehet mindig minden tökéletes. Úgyhogy ez van. Na, kajáltam egyet, ittam egyet, és ami kimaradt, elfelejtettem magamat bekenni, úgyhogy ha nem égek most szarrá, az csoda lesz. Úgyhogy irány Tarján fele, nem számít semmi.
és elértem Tarjánt, úgyhogy innen az utam szerintem a Turbulhoz vezet, ami kicsit problémás, mert megint az erdőbe fogok menni, és lehet, hogy sárba. De hát nem baj, megyünk előre, hajrá! Na, azt hiszem, hogy az erdei hazamenetelt azt elfelejtem, hogy a Turul felmegyek, mert tiszta sár az erdő, úgyhogy leviharzom a rendes betonúton. Tempónk halálos, megyünk előre, irány Tatabánya, hajrá!